Chopin, Liszt és a hölgyek, a szép nők. Azt szeretnénk bemutatni, hogy milyen módon hatottak ezekre a nagy művészekre azok a múzsák, akikkel találkoztak életük során, és mely darabok születtek például ennek a találkozásnak, vagy valamilyen szerelmi bánatnak a hatására, vagy valamilyen közös eseménynek a következtében. A történet tulajdonképpen onnan indítható, és azért is érdekes mindez, amiről ma szó lesz, mert két nagyon fontos tendencia találkozik egymással. Egyikről a női emancipáció, ami a 19. században kezdődik el. Ugye addig közjogi és magánjogi szempontból is a nők alárendelt helyzetben voltak, nem tudtak igazából kiteljesedni, nem tudtak önálló életet élni. Elképzelhetetlen lett volna, hogy egy nő önállósítja magát, vagy és például mondjuk élettársi kapcsolatot kezd valakivel, tehát ez akkoriban elképzelhetetlen lett volna. A másik oldalról pedig, és erről már beszéltünk itt korábban, úgyhogy ezt nem részletezném, hogy a 19. században lesz elsősorban Lisztnek a hatására a minden egyes zeneszerző és zongora művész, a mai kifejezés azt lehet mondani, hogy nagy sztárrá. Tehát egy ilyen olyan, akiknek hódolói vannak, követői vannak, aki ilyen rajongó táboruk van, akik mennek koncertről koncertre utána. Erről beszéltünk, ugye, majd itt is lesz erről szó, hogy a hölgyek elájultak, amikor Liszt ugye megjelent, majd itt is ezt bemutatjuk, hogy ezt hogyan kell elképzelni. Úgyhogy tulajdonképpen ennyi lenne a bevezető gondolat, hogy miért ezzel a témakörrel foglalkozunk ugye a mai alkalommal. Chopin, ha hölgyről van szó, akkor Ásdorban zenél. Minden olyan Ásdor, ami Chopinnél hallunk, ha bemondja Bartók Rádió, hogy akkor Ásdor valamilyen Chopin, akkor nyugodtan gondolhatunk arra, hogy itt hölgy van a dologban, és a F-mol zongoraverseny lassú tétel is Ásdorban van, ugye? És át Lisztre, aki szintén ugye a kornak a nagy hőse, az igazi nagy romantikus hős, aki kiállásában is egy nem mindennapi ember, tehát amikor valahol megjelent, akkor rögtön minden szem rá szegeződött. Valószínűleg női szemmel is egy olyan valakinek tűnik, aki, hogyha mondjuk nem zongora művész lenne, akkor is többen megnézték volna. Amikor parodizálják, akkor kicsit a nevetségesnek tűnik, de valójában mindenki a hatása alá került az ő koncertjein. Például Ferenc József és Sziszi és az udvar előtt szertartásszerűen, természetesen egy Bösendorfer zongorán. Ez a Vigadóban van, bocsánat, ez a budapesti Vigadóban. Igen, játszik. Van párhuzam Liszt és Chopin között, mind a ketten a nagy kapcsolatukban egy jóval idősebb párt választanak, mind a ketten írónőt választanak, mert ugye Liszt esetében is ugye írói ambícióval hát megáldott partnere lesz Marie Dago, aki viszont hasonló módon kritizálni kezdi a saját társát, Lisztet, mint ahogy George Sand teszi majd később ugye, Chopinnel kapcsolatban tesz hát meglehetősen furcsa kijelentéseket, és beleveszi aztán a regényébe ezt az alakot. Nagyon-nagyon hasonló az élet vagy a pályamű legalábbis 30-40 éves korig, egészen biztosan. Aztán ugye Chopin fiatalon elmegy, Liszt pedig hát gyakorlatilag végigéli a... Egy olyan jelenetet
próbálnánk meg itt most bemutatni, ami aztán tényleg rögtönzés, mert most folyamatosan néztem körbe, hogy kit kérjek föl közreműködőnek. Tehát kérnék szépen egy ifjú hölgyet, én ki is néztem itt a önt. Igen, jöjjön oda. Igen, hogy hívják? Brigitta. Brigitta, egy tapsot kérek szépen Brigittának, és add át a helyedet Brigittának. Igen, foglaljon helyet. Igen, igen. Kedves művész úr, itt van a fiatal hölgy Brigitta, legyen szíves megtanítani zongorázni. Ugye természetesen nem baj, de most nem ez itt a hölgynek a szépsége az első rendű fontosságú most ebből a szempontból. És hát ugye most mutassa be a művész, hogy hogyan kell meghódítani a tanítványt, aki itt most még szorong, mert az első zongora óra, és azt hiszem akkor ezek szerint nem is tud zongorázni, ami nem probléma, mert majd most megtanul, tehát megtanítja majd Alex. Tehát hogyan kell? Persze, ugye itt most én Gardenámot nem akarunk hívni, most én leszek a Zord atya, aki figyel közben, hogy hát ugye, hogy halad a lányom itt előre. Igen, ezt tényleg most váratlanul ért, de akkor ezekről igenis vannak feljegyzések, hogy hát nem az Zord apa, de az Zord anya az, aki ott ül természetesen ezeknél a találkozásokban. De most Zord anyát itt nem találtam, itten, aki vagy valaki önként vállalná ezt a feladatot, hogy Zord anyaként vigyáz a hölgyre? Olyannyira ugye úgy kellett megszervezni ezeket az órákat, hogy ez természetesen tehát az elképzelhetetlen volt, hogy egy fiatal hölgy Chopin lakásában vegyen órát. Tehát el kellett menni a családhoz, és akkor Chopinnek vagy Lisztnek ott az alatt a 40 perc alatt maximum, mert hogy ne fáradjon el a hölgy, de ott valamit tenni kellett, hogy látványosan előre haladjon a zongoratudása, de hogyha ugye főleg Liszt esetében valamifajta szimpátia ottan létrejött, akkor hát a Zord anyukának a Zord tekintetét azt ki kellett valahogy játszani, és hát olyan praktikákat írtak le, hogy ugye Liszt mi alatt játszott az ifjú, hogy megtenni, hogy fölteszi a kezét a... Bár teljesen mindegy, igen. Hát ha megtenni, hogy egy kicsit közelebb ül a hangszerhez. Tehát ez már mindegy érintésnek egy formája. Ugye ez az az időszak, amikor éppen engedélyezik a keringőt. Tehát 1827-ben még tiltva van a keringő Európában. Tiltott tánc. Tehát itt, mert hát ugye a mozdulat is már felháborító. Meg elszédül a hölgy, ugye? Tehát a keringés közben. Hát a mozdulatban biztosan ugye, átöleli a férfi. Tehát ha megtennéd egy picit, vegye figyelembe, hogy ez a középső billentyű itt, és ennek kell, hát most, hogyha nem néz ide az anyuka, akkor ugye ennek itt a köldök felé kellene, hogy ott legyen. Tehát, hogyha egy picit, igen, így, ez az, igen. Ha megtennél a kis kezeit ilyen formában, engedj el nyugodtan az ujjait, igen. Engedj el a kezeit az kezemre. Így, igen. Mint hogyha tartani kellene, mintha keringőznénk, ugye tiltott tánc. Tehát akkor lágyan ráengedjük a kezünket a billentyűre. Igen. A bal kéz is ugyanígy. Természetesen. Megvoltak a praktikák, és hát amikor ugye játék közben, ha lapozni kellett, akkor hát a lehető legelőnyösebb pozíciót választja ugye a zongoratanár, tehát nem így fog lapozni, hanem természetesen valahonnan innen így lapoz. Tehát ezek köszönöm szépen. Köszönöm.
Bravo, bravo. Szilassi Alex, zongora művész. Bravo.